Kárpátalján nincs olyan magyar település, ahol ne viselné egy utca vagy egy intézmény második Rákóczi Ferenc nevét. A nagyságos fejedelem ezer szállal kötődik a régióhoz. Itt helyezkedett el Rákóczi legjelentősebb birtoka, a Munkács-Szent Miklósi Dominium. Itt kezdődött el Rákóczi államának kiépítése, itt bontották ki elsőként a szabadságharc zászlait, itt volt a szabadságharc első vesztes és első győztes csatája is. Kárpátalja végig a szabadságharc egyik fő gazdasági bázisa, hadellátója. Huszton és Salánkon is volt országgyűlés. A Munkácsi vár kapitulációjával itt ért véget a magyar történelem leghosszabb szabadságharca. De itt töltötte a kis Rákóczi gyermekkorát is. Erről tudhatnak meg többet a Rákóczi kultusz Kárpátalján című sorozat első részében. Szakértőnk pedig Popovics Béla helytörténész lesz, aki honismereti vezetőként számos csoportot vezetett már körbe a Munkácsi várban. Ő azonosította be azt a szobát a várban, ahol Kazinczy Ferenc raboskodott, de ő találta meg Munkács környékén azt a helyszínt is, ahol Feszti Árpád megfestette a Magyarok bejövetele című festményt. Milyen hatással volt Zrínyi Ilona a gyermekére, kis Rákóczi Ferencre, milyen életre szóló példát tudott neki mutatni? Hát olyan példát mutatott, hogy a végén Rákóczi Ferencből Rákóczi Ferenc lett az a vezérlő fejedelem, aki egész életét annak szentelte, hogy mi most magyarul beszélhessünk, és Magyarországnak legyen önállósága, függetlensége. Zrínyi Ilona varázsa meghatározó volt Rákóczira, abban a korban, amikor nagyon fogékony a gyerek mindenre. Ugye 10-12 éves korban látja mindazt, amit az édesanyjét produkál a Munkácsi várban. És hát Rákóczinak minden lehetősége volt arra, hogy kényelmes arisztokrata életet éljen, járja a világot, de nem ezt teszi, hanem feláll a foteljéből, ott hagyja a komfortzónáját, és egész életét annak szenteli, hogy magyarság legyen a jövőben is. Tényleg fantasztikus, mindenre ráment a vagyona, ráment a házassága, ráment a gyerekének a nevelése, szó szerint mindent odaadott. Az országot is el kellett hagyni, a Rodostóban hal meg. Tehát tényleg fantasztikus, valaki példát vehetnek emberek Rákóczi személyiségéből, a szolgálatból, hogy mi az, hogy szolgálja a nemzetet, hogy tényleg szolgálta a nemzetét. Hogyan védte Zrínyi Ilona annak idején a Munkácsi várat? Magyarországon az egyetlen szabad hely ez a Munkácsi vár volt, amikor három része volt szabdava az ország, és ez a Munkácsi vár volt az a kisugárzás, amiből nagyon sok ember táplálkozott. Most Rákóczi 10-12 éves akkor, amikor az édesanyja 1685 és 88 között védi ezt a Munkácsi várat, és ezt látja, ezt az elköteleződést látja, ezt a bátorságot látja, ezt a hitet látja, hogy hogyan kapaszkodott az Istenben, hogyan kapaszkodott azokba az emberekbe, akik körülvetik, hogyan mutatott példát Zrínyi Ilona Rákóczinak, meg mindenkinek, aki a Munkácsi várat védte. Kevesen tudják, hogy babát vár tökörítő Zrínyi Ilona ezekben a hónapokban, és ez a kisbaba meghal, vagy elvetélt, nem tudjuk pontosan. Tény az, hogy le tudta tenni a fizikai fájdalmát, a lelki traumát, és ki tudott emelkedni Zrínyi Ilona ebből a nagyon nehéz helyzetből is, és tudott hitet sugározni ennek ellenére, hogy nagyon nagy fájdalom érte őt. És Rákóczi ezt látja, és ez azért fontos, mert a Munkácsi várvédelem után Ausztria mindent elkövetett annak érdekében, hogy Rákócziból egy osztrák alattvalót neveljen. Tényleg mindent elkövettek, és azért nem sikerült, mert ez a három évig Munkácson megvolt. Nem volt magyar élménye Rákóczinak Bécsben már. Mindenkit eltávolítottak Rákóczi környezetéből, aki a magyar szellemiségét, a magyar szót tudta volna ébren tartani benne a lelkében, és ez a Munkácsi három év. Itt kódolódott valami az agyában, amit látott, és aztán hiába próbálták átmosni az agyát, nem sikerült. Eltelnek évek, és amikor eljött az ideje, aktivizálódik ez az információ, ez a nevelés, dekódolódik mindez, amit itt látott, és lett belőle Rákóczi Ferenc.
Rákóczi gyermekként 12 éves koráig körülbelül kisebb-nagyobb megszakításokkal itt van, itt nevelkedik a Munkácsi várban. Ki neveli, ki vesz részt itt a nevelésében, illetve milyen nevelést kapít a Munkácsi várban? Nagyon odafigyelt az édesanyja arra, hogy Rákóczi egy nagyon sokoldalú, sokrétű nevelést kapjon. Amikor kicsi gyerek, akkor nyilván asszonyok veszik körül, ellátják, gondozzák, és úgy 3 éves kora után, úgy 5 éves korára Zrínyi nagyon tudatosan gondoskodik arról, hogy férfi társaság vegye körül. Itt ki kell emelnem 3 nevettelen, van egy Kőrösi György nevezetű úriember, egy kereskedő, Rákóczinak a hű híve, egy kamarás volt. Ő sokat tesz Rákóczira, aztán nagyon fontos egy ferences szerzetes, Bárkányi János, aki a szellemiségét Rákóczinak formálja. És a latin nyelvben, meg más tudományokban nagyon sokat köszönhet Badinyi Jánosnak Rákóczi, tulajdonképpen ő volt a tanítója Rákóczinak. Ferencnek is, hát ez a környezet nagyon meghatározó, és később pedig, amikor Tököli Imre lesz a második férje, a fejedelemasszony az Zrínyi Ilonának, Tököli elviszi magával Rákóczit többször ilyen hadi kiruccanásokra, különböző ilyen katonai eseményekre, és így már Rákóczi gyerekkorában szembesül a katonai élet sajátosságaival, tehát már gyerekkorában megszokja ezt az életformát, és hát egészen közel áll hozzá. A szabadságharc és Rákóczi jelmondata, hogy Istennel, a hazáért és a szabadságért. Erős istenhite volt Rákóczinak. Ez miből fakad? Mikor kapott ilyen lelki nevelést? Nagyon erős istenhite volt. Hát egyrészt Zrínyon a hite, másrészt pedig Bárkányi János, egy ferences szerzetes volt, aki a Munkácsi várban Rákóczi lelki nevelésével foglalkozott többek között. Ez a hit egyre inkább mélyül Rákóczi életében. Egyébként katolikus volt Rákóczi. A nagymamája, Bátori Zsófia, miután meghalt a férje, második Rákóczi György, a nagymamája katolikus hitre tér, és Rákóczit már ebben a szellemiségben nevelik. Tehát, és ez a hit nagyon-nagyon erősen megmaradt benne. Például, amikor meghal a rokona 1715-ben 14. Lajos, hesseni Sarolt Amália felesége révén lett rokona a napkirály, a francia napkirály, akkor ott hagyja a francia udvart, amit eleve nem nagyon szeretett, és elköltözik Grosbois-ba, ez Párizstól délre egy kisvároska, és ott egy kamolki kolostorban kap egy szobát, és ott dolgozik éveken keresztül, ott lakik nagyon sok, nagyon elmélyülten keresi az Istent, az Isten kapcsolatát. Ott kezd írni egyébként latinul és franciául az emlékiratokat, illetve vallomásokat. Annyira mély élmény számára ez a szerzetes életforma, hogy amikor megírja a végrendeletét, akkor külön kéri Mikes Kelemen arra, hogy halál után a szívét külön vigyék el ebbe a kolostorba, és ott temessék el, ott is temették el a kolostornak az udvarán. Csak aztán a francia forradalom alatt a franciák megbesterenítettek rengeteg templomot, többek között azt is lerombolják, és ez az öreg eltűnt. A Munkácsi várban kapott lelki nevelés egész életében biztos alap volt második Rákóczi Ferenc számára. Édesanyja, Zrínyi Ilona hősies várvédő példája pedig egy életre meghatározta a nagyságos fejedelem jellemét.